Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fénytechnikashop.hu támogatta. Na helló srácok, ebben az epizódban egy ilyen kis gyönyörűséget fogunk megnézni, méghozzá azon apropóból, hogy letörték az USB-nek a ajtaját, meg átnézzük a ketyerét. Ez típusát tekintve egy, mi ez, XDJ 1000 MK1, ja. Milyen könnyű, ugye nincs benne mechanika. És akkor át is nézzük egyúttal, hogy mi van ezzel a lejátszóval. Ugye első körben elindítom, kipróbálom, hogy tudjam, hogy egy jó lejátszót kaptam. Mármint működését tekintve. Gazdája azt kérte, nézzem át a mikrokapcsolókat. Hát ez nem indult el éppen szervizmódul, de hát ezen mikrokapcsolót nem hiszem, hogy kell cserélni. Minden olyan feszes, mint az állat. Most ez miért nem indul el úgy, ahogy én akarom? Itt máshogy van, mint a többi lejátszóknál. A szervizmód. Ez egyébként a 2000-eseknek a, hát úgymond butított verzióban annyi van, hogy nincs benne CD mechanika, ezáltal olcsósítani lehetett a dolgon. De gyakorlatilag tudását tekintve majd, hogy nem ugyanazt tudja, mint a sima 2000-es. Sőt, szerintem amúgy pontosan ugyanazt tudja, mint a sima 2000-es. Na jó, nézzük meg ezt a ajtómechanikát, hogy mit kell hozzá rendeljek, hogy ez jó legyen. Mert hogy nem emlékszem, hogy szedtem volna már szét ilyet, ezért nem tudom, hogy milyen az ajtaja. Hát néztem robbantott rajzot, de olyan idétlenül van rajta, hogy mondom, inkább szétszedem és megnézem, hogy mi kell hozzá. 2015-ös a készülék. Nem egy öreg dolog. Érdekessége, hogy kínaiul van ráírva, a kínaiul is rá van írva az AC in. Esetleg, ha valaki még nem látott ilyet, mindjárt körbe mutogatom, hogy mik vannak rajta. Hátulját tekintve rém egyszerű. Van egy kontroll, ugye a fader startnak egy analóg kimenet, egy tab-be, egy link, meg egy USB digitális kimenet, ezen nincs, hát nyilván itt is spóroltak. Így is van. Érdekes, hogy nincs itt a mechanika. Szalagkábelt eltávolítjuk, hát ez... Igen. Okos dolog volt ez, én nekem nagyon-nagyon tetszett ez annó, én nagyon vágytam ilyenre, de akkor még ez is megfizethetetlen volt számomra, mert hogy vetekedett az ára a sima 2000-esével, hát igen. Itt el van törve ez a burketta is. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet kicserélni, attól félek, hogy ez így felső burkolattal együtt lesz. Ettől tartok a legjobban, de ne legyen igazam. Mindig szét kell, hogy kapjam. Sőt, ezt a csavart nem is ide teszem, ezt ide tesszük, és akkor ezt tudjuk, hogy ez ezé.
Ne legyen igazam, gyerekek, de ez a része a Nexus E-re hasonlít egyébként a sima Nexus 1-re. Hát... Nem tudom, nagyon úgy néz ki, hogy ez az ajtó. Ez egyben lesz. De majd most már úgy láttam, hogy mivel állunk szemben. Így jobban meg tudom nézni majd a robbantott ábrát. Csoda egy szerkentyű ez. De nincs itt még a jog feszítő. Innen hiányoznak a gombok, ide az érintőre lett átrakók. Az egy kicsit egy ilyen korcs, mert inkább akkor a Nexusra hajaz, nem a sima 2000-esre. Bár a gombjai meg az RX 1-et idézik. Hát, mostoha egy cucc ez, mert alig láttam belőle egy pár darabot. Nézzük meg, a mikrokapcsolók még gyáriak. Sehol egy forrasztásnyom. Ezt nem is fogom bántani, mert kérte a gazdája, hogy nézzem át, de hát ez vatta új. Jó, nem is bontom én ezt tovább, mert úgy nagyjából láttam, amit látni szerettem volna. Én meg fogom ehhez rendelni azt a kis ajtót, amennyiben meg lehet. És... Bár az a helyzet, hogy kerestem azt az ajtót, de nem találtam. Ez a nagy baj, hogy én már ezt már utána néztem, most azért szedtem szét, hogy lássam, hogy mi a csel. Gondolom, itt lakik alatta a kis kapcsüzemű tápegysége, itt jönnek a tápok. Hát, ha már egy takarítás az ráfér mindenképpen, mert attól függetlenül, hogy nincs rajta CD mechanika és annak a nyílása, attól függetlenül ez elég kotvászos. De hát ezt majd, ha szétszedem újra, akkor kitisztítjuk szépen, és olyan lesz, mint az új. Ez volt a szegény emberek 2000-ese annak idején. Azt hiszem, amikor a 2000-es ilyen 900 ezer forint körül volt, akkor volt ez talán 600 vagy valami ilyesmire emlékszem. De mondom, nem igazán láttam belőle sokat. Aztán jött ki belőle MK2. Ugye itt úgy számozták, mint régen a CD-jé sorozatot. Ott volt, hogy MK1, MK2, a 2000-eseknél már Nexus, Nexus 1, Nexus 2. És aztán jött a 3000-es, amiből még nincsen csak 3000-es, még nincs belőle Nexus, vagy MK1, MK2 tökömszőre. Abból még nincs semmi. Hát majd most ősszel ideje lenne, hogy kiadjanak valamit Pioneerék, mert hogy már ugye az Opus az utolsó, amit kiadtak, szerintem annak is már egy másfél éve lassan, vagy lehet, hogy már kettő is van. De az is lehet, hogy csak egy. Nem emlékszem pontosan, hogy mikor jelent meg. De hát most már ideje lenne dobbantaniuk. Méghozzá, amit én nagyon várok, ez a műanyag, ez nem úgy áll, hogy én elvárnám, amit én nagyon várok, az RX-eknek valami folytatása. Miért áll ilyen csehül ez a burkolat? Hogy kiadjanak belőle egy olyan verziót, na majd most, kiadjanak belőle egy olyan verziót, ami már tud streaminget. Szóval, hogy tudok esetleg Tidalről, vagy valamiről, Spotifyról, vagy valahonnan játszani. Mert egyelőre ez így eléggé nagy lemaradás a Denonnal szemben. És a Denont ezért az egyért irigylem,
hogy ugye ott ez megvan a ez a képesség. Persze most lehet itt vitatkozni, hogy valamit nem jól dugtam össze, de lehet itt vitatkozni, hogy melyik a jobb, meg melyik nem jobb. De most nem akarok belemenni. Tök más egyébként a... Érdekes. Érdekes egy menüje van. Kicsit hasonlít az RX-ekére, de az érintő a Nexus 2-ből érkezett. Vagyis a Nexusból. Hát, picsa tudja. Nem tudom. Van bár benne Beat Jump kijelzőn, mint a 2000-esen, mint a Nexuson. Quantize, kibekapcsolás. Ugye itt a gombokkal jócskán spóroltak, itt a fizikai gombokkal. Tényleg éppen csak az van rajta, ami kell. Touch Release, Rewind, amit egyébként kurvára ritkán használunk. Viszont cserébe gamer, mert hogy mindenféle színűen tud világítani a kijelzője, amikor bekapcsolod, és hát nem a kijelzője, hanem itt az USB, figyeljétek. Mindenféle színváltásba átmegyünk, és akkor így tölti be a szoftverét. Oh, hello! Ugye utána nézek, hogy lehet ennek a service menüjébe belépni, mert általában szoktam tudni, de ezen nem az van, mint ahogy én gondolom. Na megvan, közibe itt egy tök más metódust használtak. Play, pause és a next track. És akkor úgy kell bekapcsolni. És akkor belép egy ilyen test módba, ahol meg lehet nézni a fizikai gombokat például. Most próbálom ezt úgy csinálni, hogy lássatok is belőle valamit. Hát ez így nem fog összejönni. Most elég limitált a világítás itt a műhelyben, ilyen-olyan okok miatt. De ott tökéletesen látszik, hogy írja közben a kijelzőn, ott fönt, hogy mely gombokat nyomod. És látszik, hogy minden egyes nyomásra gyönyörű szépen reagál. Közben amelyik gomb fel tud villanni, az fel is villan. Itt a visszagombbal lehet a kijelzőt hokiztatni. Az is működik tökéletesen, ezzel meg előre fele léptetünk a kijelzőn. Mi volt ez a glitch? Ja, touchscreen calibration, azt nem szeretnénk. Ez is tökéletesen működik. Hát ami sarkalatos pont az ez. Ugye itt nem számokkal írja, számokkal és betűkkel, ugye ahogy szokta írni a például a XDJ RX sorozat, hanem itt kis kockák ugrálnak, de tökéletesen teszi a dolgát, nem ugrik egyet sem. Mint ahogy a sebességszabályzó sem. Ugye legtöbbször itt a itt szokott ugrálni. Az ugye itt használjuk a legtöbbet. Tizenöt egész negyvenhárom tizeddel tekertem. Hát most egy stop speed mit mér? Azt nem tudjuk. De hogy ez is működik tökéletesen. Előre is, hátra is. Úgyhogy én ennek a gombjait nem bántanám egyáltalán. Úgyhogy én ehhez most szerzek egy ilyen baszást, ha tudok. És akkor egy következő epizódban ezt kicseréljük, meg kipróbáljuk ezt a ketyerét, hogy mit tud, milyen gyors, meg mennyire van esetleg még
Létjogosultsága. De jó, ez még az ezresből maradt, nézzétek. Ez tök olyan, mint az ezresből, meg a 800-asból. Ú, de jó, régi emlékeket idéz ez bennem. De tök jó. Egy kicsit olyan, mint egy modern ezres, jó. Király. Nagyon király. Na jó, én ezt most lelövöm, srácok, el vagyok menve. Hogyha szerzek hozzá cuccot, akkor meg majd megjavítjuk. Vágtáló praláim.